ki klubkártyádat a Puskás Akadémia hazai mérkőzéseire ingyenesen a megszokott pénztári nyitvatartási időben. Bence és Miklós vezetőedzővel beszélgetünk. Mennyire látok kemény ellenfelet a Duna újvárosban Hát az első osztályban minden ellenfél nehéz, minden ellenfelt nehéz legyőzni, és ez így lesz most is, hiszen ez egy alsóházi rangadó, és amelyik csapat most megszerző három pontot, az nagyon nagyot tesz azért, hogy a céljait elérje, ezek most mi szeretnénk lenni. Múlt héten, hál' Istennek sikerült itthon a pápát legyőznünk, ez kellő lendületet ad ahhoz, vagy adhat ahhoz, hogy most önbizalommal lépjünk, nagyobb önbizalommal lépjünk pályára a Dunai Város ellen. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a Dunai Város remekül erősített, sok jó játékost igazolt, mint legutóbb például Nikházi Márkot, de vannak olyan játékosok is, akik korábban nálunk játszottak, mint a Szekeres Adrián, videótomból érkezett hozzájuk a belső védőposztra, vagy a Zsóti Adonát, aki a mi akadémiánkon nevelkedett.